Sajnos csupán 10 percig tudta tartani az iramot a szombathelyi lányokkal a marcali az év első bajnoki megmérettetésén. A tavaszi hadjáratba induló vasmegyeiek ezután legázolták a marcalit. A félidőben 8-20-at mutatott az eredményjelző, majd a második játékrészben úgy folytatódott az adok-kapok, ahogy a félidőben befejeződött. A végeredmény marcali VSS-e Kozma Szerszám szombathelyi KKA 19-36. A junior csapat 34-33-ra nyert. Hát ilyenkor nincs könnyű feladat az edzőnek az értékelésnél, nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt a találkozót értékelni. Azt hiszem, hogy osztálykülönbség volt itt a két csapat között. Igyekeztünk, a játék sem ment igazán. Ez az igazság, igen. Az a különbség, ami van a tabella, látható volt ma a pályán is. Úgyhogy ez más apróságok szerintem fölösleges magyarázni. Nagyon sajnálom, hogy így kezdtünk a bajnokságot. Persze, hogy jobb a szombathelyi csapat, de én elnézést kérek a szurkolótól, hogy olyan teljesítmény produkált a csapatunk ma este. Azt gondolom, hogy komolyan vették végig a mérkőzést, és ezzel megbecsülték az ellenfelet is, tehát itt a marcali VSS-e csapatát. Azt hiszem, hogy egy pillanatig se fért kétség ahhoz, hogy itt mi lesz a végeredmény, de a cserejátékosok is jó teljesítményt nyújtottak. Egy rövid értékelést kérnénk a mérkőzésről. Igen, ez volt a célunk, hogy biztossá tegyük a játékunkat, és hogy gyakoroljunk, és hogy sokat mozogjunk. Nagyon sokat készültünk a marcaliból, egy csomó videófelvételt láttam, úgy voltak elképzeléseim, hogy hogyan játszik az ellenfél, és ezt sikerült is megoldanunk, nagyon szépen védekeztünk, ezért jók voltak a kapus teljesítményeink is, és így aztán tudtunk futni előre, és ezekből dobtunk egy csomó könnyű gólt, ami a végelszámolásnál azért nagyon-nagyon jó jött. Nekünk minden mérkőzéssel ez a célunk, hogy stabilak legyünk, hogy jól védekezzünk. Ez a mérkőzés sem jelentett kivételt. Persze természetesen volt bennem is és a csapatban is egy kis izgalom, hiszen a tavaszi szezonnak az első mérkőzése, és tudtuk, hogy a marcali nagyon szép bravulokat hajtott itthon végre, gondolok arra a Dunai Városnak a legyőzése, illetve idegenben a Győr 2 elleni győzelem, tehát tudtuk, hogy azért egy jó csapat ellen fogunk játszani, és ennek megfelelően játszottunk. Azt gondolom, hogy jól sikerült a szombathely számára az erősítés. Azok a játékosok, akik érkeztek, azok komoly teljesítmény nyújtottak. Hát a tavaszi szezonban az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot és az NB1-es tagságot megszerezzük. Ehhez szükségesek jó játékosok. Eddig is a Szombathelynek nagyszerű csapata volt, egy nagyon kompakt, erős brigád, akik nagyon szépen játszottak együtt. De szükség van arra, hogy a csapat rendszerét fel akarjuk tartani, szükség van arra, hogy új játékosok is legyenek, akik új szint hoznak a játékba. Ráadásul megvan hozzá a lehetőségünk, hogy NB1-ből igazoljunk. Most sikerült megszereznünk a Takács Biancát, illetve a Schneider Évit, akik két olyan posztra érkeztek, ahol eddig csak egy játékosunk volt. Én azt gondolom, ezzel kiegyensúlyozottabbá teszik a csapatnak a játékát és a teljesítményét is, remélem.